A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő teljesítésigazolási szakértői szervet 2013-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az elhúzódó elszámolási viták rendezését felgyorsítsák. Megalakulásakor országszerte összesen 400 milliárd forintnyi körbetartozás volt az építőipari cégek között. Ez annak a következménye, hogy ha az alvállalkozói láncban valaki nem kapta meg a pénzét, akkor az ő alá tartozó vállalkozókat sem tudták kifizetni. A kezdetek óta már 600 ügyben fordultak a szervhez, hogy segítse a viták perenkívüli rendezését. A kérelmező, aki elégedetlen, tehát vagy azért, mert nem fizették ki, vagy akár egy megrendelő is lett, aki úgy érzi, hogy nem kapta meg a kifizetett pénzének az ellenértékét, egy kérelemmel fordul a TSS-hez, és a TSS-nek 200 igazságügyi szakértő kollégája van, akikből egy három fő szakértői tanács ott állítunk föl, és ha három fő szakértői tanács egy helyszíni szemle és az átadott iratok alapján úgy véli, hogy a kérelmezőnek igaza van, akkor az már nagyon mértékben elősegíti az egyességet. Csongrád megyéből a három év alatt 30 kérelem érkezett be a TSS-hez, ezek 60%-át találták jogosnak. Többségében kis- és középvállalkozók jelentkeztek ilyen problémával, egyikük egy baksi vállalkozó. Óbuda, Pilisvörösvár vasútépítés folytán kábelalépítményi munkákat végzett volna cégünk, illetve végzett is, és itt 2014. szeptemberétől 2015. márciusáig teljesítési igazolásainkat kiadták, számláinkat befogadtak, a megrendelő csak a fizetést elfelejtették. Úgyhogy ennek ügyében jártunk a TSS-nél. A 35 millióra ígért szerződésből eddig nem látott egy forintot sem a vállalkozó, de a szerv pozitív szakvéleménnyel illette a kérelmét, tehát van esély arra, hogy behajtják a megrendelőtől a pénzt. Ha ez mégsem sikerül, a bírósághoz fordulnak.